2010. augusztus 7-én, 8-án rendezték meg a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázison a 11. nemzetközi repülőnapot és haditechnikai bemutatót. A parádén 22 nemzet és a NATO légierejének gépei, kötelékei, valamint polgári repülőgépek tartottak bemutatót az égbolton, illetve a statikus kiállítóhelyeken. Az esemény fényét emelte, hogy a résztvevők programjaikkal köszöntötték a 100 éves magyar katonai repülés és az úgy szintén 100 éves magyar géprepülés jubileumát. A résztvevő országok száma és a szereplő géptípusok ismeretében egy minden eddiginél látványosabb és különlegesebb légiparádéra és egy egésznapos változatos családi programra számíthattak a látogatók. A szlovák légierő továbbra is rendszerben tartja a kiváló repülési tulajdonságokkal bíró MiG-29-eseket. Az idén magyar szóló bemutatót nem láthatott a nagy érdemű. Szerencsére nem maradtunk 29-es repülés nélkül. A szlovák pilóta bemutatója emlékeztetett két világbajnokunk Vári Gyula és Szabó Zoltán díjnyertes programjára. A légierő egyik komoly problémája, hogy a magyar hajózó személyzet képzettsége megfelel a NATO követelményeinek, a kellő repült időt azonban nem tudja biztosítani a pilótáknak. Minden pilótának az az álma, ez a vágya, hogy minél többet töltessen a repülőgép fülkéjében. Talán a magyaroknál ez még inkább előjön ez a vágy, mivel tényleg nem tudunk annyit, amennyit hasonló kollégáink a NATO-ban repülnek. Hát a kereteinkhez képest próbáljuk a maximumot kihozni, és így végrehajtani a feladatokat. Mindenek ellenére Európában elismerik pilótáink teljesítményét, hiszen minden jelentősebb nemzetközi eseményre meghívják bemutató programjaikat. Ez egyben lehetőség számukra a tapasztalatszerzésre, más légierő hajózóinak a megismerésére is. Egy ilyen repülőnap mindig igazából arról szól, hogy a katona életet, főleg ugye a repülős életet be tudjuk mutatni a civil szféra felé, tehát emiatt ez nekünk is fontos, hogy a civilek megismerhessék azt a fajta munkát, amit mi végzünk. A pilótákra jellemző fegyelmet azonban néhányan elhagyták, jó hangulatot teremtve a felállított standon.
Két éve, hogy a pápai bázison először landolt a US Air Force C-17-es Globemaster szállítógépe, akkor még amerikai személyzettel. Magyarország három ilyen típusú 120 tonnás óriást bérel elsősorban a külföldön állomásozó magyar kontingensek ellátásának biztosítására. Az idei bemutatóra már teljes egészében hazai személyzet irányításával magyar felségjellel érkezett a C-17-es. Rendszeres látogatói a kecskeméti bemutatóknak a holland és belga légierő F-16-osai. Repülőprogramjuk mindig tetszetős, ám ezt a gépek különleges festése még látványosabbá teszi. Egy igazán fontos dolog kell csupán, hogy az összkép teljes legyen. Szikrázó napsütés.
A Wings of Storm csapata 2005-ben alakult meg, és ekkor is adták elő első bemutatójukat, amelyet nagyra értékelt a közönség. Azt lehet mondani, hogy amit csak tudnak, kihoznak ezekből a kiképzésre használt gépekből. A PC-9-es légcsavaros gép, így kevesebb figurát tudnak bemutatni, amit a sugárhajtású gépekkel lehet, de mindenképpen elismerés illeti őket, hisz a bemutatójuk ezek ellenére sokszor tetszik a közönségnek. Minden eddiginél több földi látnivalót kínált a kétnapos rendezvény. A repülő alkalmatosságok között voltak a légierő letűnt MiG-15-ös, MiG-17-es, 21-es, 23-as gépei, amik még a néphadsereg idején szelték az égboltot. A modernebb repülőket az amerikai F-15-ös Eagle, a francia Rafale, a német Eurofighter Typhoon képviselte. Az előzetes programban szerepelt az ukrán Szuhoj 27-es légi bemutatója, ám az év első felében történt két komoly baleset miatt végül a bázisparancsnokság nem engedélyezte a repülést. Így sajnos csak a Földön járhatták körbe ezt a legendás vadászgépet. Spanyolország újra egy EF-18-as Hornettel képviseltette magát az idei Airshow. Ez a lódarás abban különbözik elődeitől, hogy úgynevezett tehetetlenségi leszálló rendszerrel van ellátva, ami egy lézeres giroszkóp segítségével még a robotpilótánál is kifinomultabban segíti a repülést és a biztonságos landolást.
1964-ben a svájci légierő fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. Erre az alkalomra egy 4-es Hawker Hunter köteléket szerepeltettek, ami nagy közönség sikert aratott. Ettől fogva a svájci légierőnek állandó köteléke a Patrol Swiss lett. Kezdetben a Hawker Hunterre repültek, ami legelsőnek csak terepszínben tündökölt, és csak aztán kaptak díszfestést. Mindezek után váltottak az NF-5 Freedom Fighter Tiger 2 típusra, amit mind a mai napig repülnek, természetesen svájci színekben. A csapat viszonylag rövid múltra tekint vissza, legalábbis a jelenlegi formájában. A csoport lassan ismerté vált a repülőnapok közönsége előtt, és nem véletlen, hogy egyre több meghívásnak tesznek eleget. Nálunk 6 géppel tartották meg a bemutatót, de ekkor már 7 Albatrosz állt rendelkezésre 7 kiképzett pilótával. Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo. Sono il maggiore Simone Cavelli, il pony 10 dell'esercito tricolori. Az olasz légierőnél 1960-ban döntöttek állandó műrepülő kötelék felállításáról, elsőnek 6 darab kanadai gyártású F-86 típusú vadászgéppel gyakoroltak. Ezt később 9-re növelték, ezután váltottak hazai gyártású repülőgépekre, és a csapat 10 géppel repült bemutatót 1966 óta. 1982-ben váltottak szintén típust, és azóta is az olasz Aeromacci 339-es típust repülik. A bemutatójuk többnyire 9 gép kötelékben való repülése és egy szólógép bemutatója.